Petri György, K.M. szerelmes éneke. Miért nem szeretnek engem a nők? Gyuri, mondd meg nekem, miért nem szeret egyik lepedékes nyelvű, pálott picsájú langat kurva sem? Imáimba foglalnám a nevüket. Lihegnék, mint egy trubadúr, kacagnék, mint egy bajazzó. Elvenném feleség. Le van szarva. Miért nem szeretnek engem a nők? Ezek a tetves kis pillamancik. Én áhítattal ejtem ki a retkes nevüket minden fogmosás előtt. És most ott hagyott ez a Margit is. Miért? Mert mondtam neki, mikor múltkor bőgni kezdett, hogy fújja már ki a szemét, vagy hagyja abba. Én nem bírom a tocsokos csajokat. Az anyja halt meg neki, vagy ki e? Hát most mi rosszat mondtam neki, hogy menjen a kurva anyjába? Mert én most dolgozom, és utálom, hogy a szőrök recsegnek az orrában, amikor levegőt vesz. És ettől nem hallom a konzsuzsát gépelés közben. Erre elment. Ezek a szar kurvák, öregem. Innentől felhúzzák az orrukat. Ez az Enikő meg? Hát nem igaz. Én szeretem a nőket, meg nem vagyok prűd, meg minden. De háromszor láttam, és nem le akart smárolni egy kapuajban? Így, ahogy mondom, nyelves puszit akart adni. Belelógatta azt a ronda, nagy, piros nyelvét a számba. A mesztelen számba. És nem volt nyelvtartót sem. Hát megmondtam neki, hogy álljon meg a menet. Előbb lakás és egzisztencia, aztán akarjon pusziszkodni. De akkor se velem, mert engem nem így neveltek. Pedig szerettem volna, ha megkéri a kezem. Nagyon snájdig lány volt. De hiába, nálam első az elv. Mindent a szemnek, semmit annak a ronda folyós kéznek. Le akart tapizni. Hát ezt neki. Miért nincs egy rendes nő? Aki nincs. Ezek mind vannak. Szelelnek, párolognak, szaguk van. Akkor is nő a hajuk, amikor gépelek. Pedig csak azt kérem, hogy ne. Ez a legkevesebb. Én tökéletesen tudok alkalmazkodni. Mosok lábat, tisztán tartom a teflont, perfekt taglegény vagyok. Valószínűleg az a baj, hogy túlságosan tisztelem ezt a sok riherontyot.